látható. Egyébként Roberto Gallagher, amikor Szegedről feljött és indult vissza Argentinába, akkor itt a ház előtt néhány fotót készített, hát és örömmel látta, hogy az épület majd a produkciója hol kerül budapesti bemutatásra. 16-ban volt vendégünk a Valet Prezsukás, és most 20-ban ismét visszahívtuk Angeline Prezsukást, aki egy francia alkotó Aix-en-Provence-ban dolgoznak, élnek, és Schubert Winterreise című produkcióját hozzánk. Ez a téli utazás az nagyon megérintette Angelint, és egy ilyen mély, melankolikus darabot hozott létre Wilhelm Müller versei alapján, és a Schubert daloknak, tehát a liedeknek a hangulatában komponált egy nagyon érdekes színeiben és hangulataiban egyedi produkciót ők lesznek a nyitói a fesztiválon 27-28-án, és ez a két előadással vagyunk a Műpában, ahogy említettem is, a kivonulásunk alapján, vagy a kivonulásunk következtében. A második produkció a Company Wayne McGregor, ugye mai angol koreográfus, aki az egyik legizgalmasabb egyénisége a mai világunknak. Táncban, tudományban, filmben, zenében, technológiában mindenben érdekeset és izgalmasat alkotott, és ahogy a műsor füzetében leírja, a megvilágosodás ellentmondásos korából idézi fel azt az időszakot, amikor először foglalkoztak igazán a testtel. Ez egy 10 éves darab, 10 táncossal érkeznek hozzánk, és nagyon izgatottan várjuk, hogy ebben a új millenáris nemzeti táncszínházban milyen hangulat valósul meg. És a záró produkciója a fesztiváloknak, az pedig a New York City Ballet szólistáiból áll össze, Stars of New York City Ballet, akik pedig mi már többet alkalommal működünk együtt a belgrádi táncfesztivállal, és Ajan Jung, a táncfesztivál vezetője keresett meg, hogy vendége lesz ez a produkció, akik Izraelbe is elmennek, és még Belgrádon kívül másik városokban is fellépnek, hogy tudunk-e, szeretnénk-e együttműködni, és ebben nagyon boldogan kapcsolódtunk be, annál is inkább, mert rögtön felvettük a kapcsolatot az Erste Bankkal, az Erste Bank képviselők itt vannak velünk, szeretettel köszöntjük benneteket, és köszönjük azt az együttműködést, amelyen fordultok a produkció felé, és egy hídmagadva mozgalmat építünk fel, amiben tulajdonképpen ívet szeretnénk megrajzolni az egészen pici, a tánccal éppen ismerkedő gyerekek, a Táncművészeti Egyetemen már profiként tanuló, de még diákok, és egyébként a befutott művészek vonalán, tehát örülünk, hogy az Erste Bank támogatja ezt a produkciót, és szeretettel várjuk a képviselőinket. A produkcióról annyit kell tudni, hogy Daniel Ulbricht vezető szólista képviseli, szervezi, bonyolítja ezt a kompozíciót, amelyel gyakorlatilag 20 éve elég sok amerikai és nemzetközi helyen megjelentek. Most, amit hoznak, az Balanchine, Robbins, Wildon és Coburg művekből áll össze, Chopin, Tchaikovsky, Arbopert és Gershwin zenék alapján. Tehát egy nagyon izgalmas, kimagasló táncos egyéniségek előadásában való nagyszerű koreográfia. Ugye itt két olyan alkotó van, aki már nem él közöttünk, és két fiatal mai, egy angol és egy dán fiatalember, akiknek a produkciói megrajzolnak egy ívet, tulajdonképpen egy olyan ívet, amit mi az egész fesztiválban szerettünk volna megrajzolni, és az egész Nemzeti Táncszínháznak az arcpolitikája, filozófiája az, amit itt most már nem ismétlek el újra, de hogy figyelünk az ők a nagymestereinkre, beszélünk a nagyalkotóinkról, és velük gyakorlatilag törzs együttesi körrel, a Táncszínház körülbelül 300 előadása, ők adják a gerincet, és figyeljük a fiatalokra. Amit kihagytam, és ezt most egy szusszal fogjuk végignézni, mindegyik együttes küldött egy köszöntőt, kérlek akkor először a Prezsukást, aztán a Wayne McGregort, és aztán a Stars of New York Ballettnek a köszönő videóklipjét nézzük meg együtt.